Egy remek hangulatú bál és egy nemes kezdeményezés részesei lehettek azok, akik jegyet váltottak a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány estjére, melyet október 27-én rendeztek meg. A megjelenteket elsőként Temesváriné Bánfalvi Tímea, az alapítvány elnöke köszöntötte az immáron 12. alkalommal megrendezett jótékonysági bálon. Régen a kuratóriumi tagokkal közösen álmodtuk meg ezt a bált, azzal a céllal, hogy a karácsonyukat az óvodás és bölcsödés gyerekeknek szebbé varázsoljuk. Az így befolyt bevételekből, támogatásokból karácsonyra vásárolunk ajándékokat a gyerekek részére. Az idei évben is nagyon sokan csatlakoztak a jótékonysági programhoz, résztvevőként, illetve támogatóként, felajánlóként egyaránt. Nagyon jó érzéssel látom, hogy 12. éve is, és ilyen nagy az érdeklődés a bál iránt, úgyhogy mosolygós arcokat látok, mindenki le tud ülni, mert azért sokan vagyunk, de Szávai Zsolt és felesége mindent elkövetett, hogy aki itt szeretne lenni, az az est folyamán itt lehessen. Nagyon nagy gratuláció a felajánlóknak, mert tényleg nagyon sok tombola gyűlt össze, értékes ajándékok, nagyon jó ajándékok, reméljük mind gazdára is talál. Ezt követően Szabóné Juhász Ildikó köszöntötte a megjelenteket és fejezte ki köszönetét az alapítványnak. Kalocsa Város óvodájának és bölcsödéjének intézményvezetője a megnyitót megelőzően televízióknak elmondta, az előző évekhez képest az idei évben talán még többen gyűltek össze a jótékonysági bálon. Nagy örömmel érkeztem, és ahogy betoppantam, azt láttam, hogy rengetegen vagyunk. Talán még az előző évektől is többen gyűltünk össze, hála Istennek, és nagyon boldog vagyok, hogy én ezt intézményvezetőként láthatom, és köszönhetem majd a vendégeket. Dr. Vilvik Géza, városunk polgármestere elismerően szólt az óvodapedagógusok munkájáról, majd rámutatott, óriási büszkeség, hogy az idei évben 106 millió forintos beruházást hajthattak végre. Bízom benne, hogy kedves szülők látják azt is, hogy a városvezetés is mennyire elkötelezett az óvodáskorú gyerekeknek a nevelési körülményeinek a javításába, és nyilvánvaló az idei évben 106 millió forintos beruházást hajtott végre az önkormányzat saját erőből az Ovola intézménynél. Ezt csak azért akarom hangsúlyozni, mert ez egy óriási büszkeségünk. A polgármester továbbá kiemelte, emellett a Bemapó utcai és a Zöldfa utcai óvodák játszótéri elemeit is szeretnénk megújítani az alapítvánnyal közösen. Szemben az emke cigány a zenél, ha nem jön el szívembe fáj, de ott lesz ugyebár, lesem, hogy jön-e már, mi ránk egy icike, picike, mozibár. Épp ezért hétre ma várom a nemzeti nél, ott, ahol a hatos megáll. A vacsorát követően a Budapesti Operett Színház művészei Szendi Szilvi és Peller Károly műsora emelte az estfényét, mely a tombola tárgyak kiosztásával és éjszakába nyúló retrobulival folytatódott.